megtiszteltetés a fölkérés. Az, hogy egy ilyen világverseny 17-ben előrehozott időpontban mondjuk 3500 embert kell kiválasztanunk, akikre szükség lesz, és legalább 23 szakterületre. Arról nem is beszélve, hogy minimum egy vagy két nyelv nagyon magas szintű tudása mellett, viselkedés magatartási formákba, az adott információk aktuális, barátságos, rendkívül szakszerű közlésével. És mindannyian tudjuk, hogy ha egy világverseny jól lemegy, az önkénteseknek kiemelt feladata van, mert a hiba csúszik benne, azt mindenki hazaviszi és megjegyzi. Ha simán mennek a dolgok hiba nélkül, az egy természetes folyamat. Ezért látom a legnagyobb veszélyét ennek a folyamatnak. Na most arról nem beszélve, hogy az oktatás képzési feladatokat is az egyetem vállalja, és ezen túlmenően még van egy nagyon fontos dolog, hogy kiválasztódjanak azok az emberek a végső stádiumban, akik elkötelezettségben és minőségi szaktudásban a lehető legjobban tudják ellátni a feladatokat.